Jó, akkor a védikus tudás, ugye volt a legelső előadásokat azzal kezdtük, hogy öt kérdés, tehát az a, hogy mi a jóga, vagy mi egy hiteles jóga, vagy mi egy hiteles spirituális folyamat, hogy megtudjuk, hogy az hiteles-e, akkor hogy minek kell megfelelni, és ugye az volt a válasz, hogy ami öt kérdésre választan, tehát ki vagyok én, kicsoda Isten, mi ez a világ, ugye ez a harmadik kérdés, hogy mi ez a világ, erről fogunk most beszélni, aztán mi a lélek és a világ közötti kapcsolat, ezt lehet, hogy összevonom most ezt a kettőt is, hogy mi a karma. Jó, akkor tehát akkor, hogy mi ez az anyagi természet? Ebben a előző pár előadásban is volt erről szó. Nagyjából elmondtam, hogy van lelki világ, beszéltünk az isteni energiákról, hogy van Istennek a belső energiája, határenergia és a prakriti. Akkor ezt most egy picit részletesebben kifejtjük. Egy picit a teremtés elméletről fogok majd most beszélni. Ami ugye a materialista tudósok, azok nagyon szépen leírják, hogy volt egy ősrobbanás, és akkor ugye hirtelen ez a nagy anarhiával, egy nagy robbanásban hirtelen minden ilyen szépen kirendeződött, ilyen csodálatos, hogy a természetnek a törvényeit megnézzük, hogy hogyan működik a természet, akkor valami nagyon-nagyon szép rendet látunk, egy univerzális rendet. És én úgy gondolom, hogy a legőrült materialisták, vagy a legőrültebbek azok a materialisták, akik azt mondják, hogy egy ilyen rend, univerzális rend mögött nincs egy felsőbbrendű tudat, ami ezt irányítja. Tehát ez tényleg egy olyan abszurdum, hogy ez magától ki tud alakulni a semmiből, magától nem alakul semmi. Azt látom, hogy múltkor a példát, hogy ide most így szétdobálok egy marék követ, becsukom az ajtót, bezárom az ajtót, és úgy, hogy senki nem jön ide, de visszajövök 3 év múlva, ezek a kövek ugyanúgy lesznek szétdobálva. Ha visszajövök, és itt ez valamilyen rendszerben van rendezve, akkor tudom, hogy valaki járt itt. Egy személy áll mindig egy rendszer mögött, nem egy működő rendszer. Ezért van a jóga filozófia, ez egy teisztikus filozófia. Elfogadjuk Istennek a létezését, egy felsőbbrendű energiának, az abszolút igazságnak a létezését, és ez mozgat mindent. A lélek filozófiája is ugye ehhez csatlakozik. Minden spirituális tudás, ez teisztikus tudás. És az anyagi természet, beszéltünk arról, hogy van Istennek a belső energiája, van a határenergia és van az anyagi energia. És ugye az előző előadásokból arról is volt szó, hogy a határenergiának van egy függetlensége, tehát az élőlény az eljön a lelki világból, és mivel nem tud beleilleszkedni az ottani harmóniában, ezért kell teremteni neki egy külön világot, amiben ő el tudja játszani ezt a szerepét, és ezért lett teremtő ez az anyagi világ. Szóval a védikus szentírások, azok nagyon-nagyon részletesen beszélnek a teremtésről. Tehát akár már a Srimad Bhagavatamban is csodálatos fejezetek szólnak arról, hogy elsődleges teremtés, másodlagos teremtés, hogy ment ez az egész teremtés történet, és hogy alakult ki a világ. És erről egy picit fogok most beszélni. Tehát ugye a materialista elmélet az, hogy ősrobbanás. Valahonnan kiáradtak a dolgok. Ez valóban így volt. Ugye igazából az ősrobbanás elméletét is a védákból lopták, csak ugye materialista tudósok olvasgatták ezeket az gyönyörű, több ezer éves ősi könyveket, amiben le volt írva a teremtés, és ők gondolták, hogy hát ez biztos a buta régiek írták úgy, hogy ezt Isten csinálta, de amúgy meg valójában tényleg volt valami pici dolog, ami szétrobbant egy nagyra, és akkor ők csináltak egy ilyen elméletet. Az eredeti teremtés, az ugye az anyagi világnak eredendően a természete az, hogy ugye torz tükörképe a lelki világnak. Tehát minden, ami itt van, az ott is van. Csak ott egy tökéletes idealista formában van. Örökkévaló, teljes tudással és boldogsággal rendelkező
az anti-anyagi világ, a lelki világ, az anyagi világban meg minden idéglenes, és itt ugye az idő, az időnek a léte, az mindent megszüntet. Tehát ez az anyagi világ állandóan van. Tehát ez olyan, mint amikor mindig lesznek azok az élőlények, akik el akarnak jönni a lelki világból, le akarnak válni a felsőbbrendű energiától, és az anyagi energia irányítása alatt ők itt ügyködnek. Tehát ez mindig van. De az anyagi világon belül van rengeteg anyagi univerzum. Az univerzumok viszont állandóan teremtődnek. Tehát mindig jönnek ki. És ez úgy néz ki, valahogy úgy kellene elképzeljük a lelki és az anyagi világot. Mondjuk, vegyünk egy pontot. És akkor egy gömb van körülötte. És akkor leválasztasz egy egyharmad részt ebből a gömbből. És akkor ez az a gömb, vagy ez a kör, ez megy így a végtelenségig. Tehát van egy háromnegyed rész, meg egy egynegyed rész. És ez az egynegyed rész, ez el van fedve a Mahatattvával, ez egy ilyen befedi a felhő, egy ilyen nagy felhő befedi, hogy a lelki világ egében, ott a Brahma sugár, ez egy csodálatos vakító fény, az van minden Vaikuntha bolygók, ez Vishnu Isten testéből áradó Brahma sugárzás, ez a nirvana, ez ott mindent beragyog. Ahhoz, hogy sötétség legyen, ezt el kell takarni. És akkor a Mahatattva, ez a felhő, ez betakarja ezt a részt, és itt meg állandó sötétség van. De tudatlanság. És itt szükség van napokra, holdakra, hogy bevilágítsuk az univerzumot. És akkor ebben az anyagi világ, ahogy megteremtődik, akkor a Mahávisnú bejön. Mahávisnú az egy négykarú formája Istennek, ez egy inkarnáció, aki jön, és akkor itt ő elheveredik, és az ő, ahogy alszik, ő álmában álmodja az anyagi világot. És az ő pórusain keresztül, tehát a bőrpórusokon keresztül áradnak az ő légzésével, Mahávisnú légzésével, áradnak ki az univerzumok, és áradnak vissza számtalanul sok univerzum. Számtalanul sok. Megszámlálhatatlan. Képzeld el, hogy egy bőrpóruson keresztül ki tud jönni egy univerzum, és akkor megy. És akkor, ahogy lélegezik, kiáradnak az univerzumok, és az élő lények benépesítik, és akkor a belégzéssel meg jönnek vissza, és akkor algó állapotban vannak. Nagyjából ez az univerzális időben az iszonyatosan hosszú idő. És minden egyes univerzum az olyan, mint a mustármag. Nem ilyen pici mustármagoknak, egy zsák mustármagot képzelj el, ezek mind univerzumok. Amikor megnyilvánulnak az univerzumok, ugye Mahávisnú nappalában, akkor beindul az élet, és akkor az univerzumon belül az egy olyat, és van az okozati óceán, és ott lebegnek az óceán vízén ezek a pici univerzumok. Az univerzumon belül pedig szintén feltölti félig, azt Kárana óceánnak hívják, félig az univerzumot feltölti vízzel, ezzel az okozati óceánnak a vízével, és egy másik Mahávisnú formából kijön egy másik Visnu forma, tehát a Mahávisnúból árad ki Garbhodakasayi Visnu, aki ráfekszik erre az óceánra. És ő neki van egy kígyó ágya, Anantasés. Anantasés egyébként Patanjali. Tehát Patanjali, aki az Ashtanga jogát tanította, sokszor ábrázolják őt úgy, hogy ilyen kígyó forma és emberi test. Patanjali Anantasésnek volt az inkarnációja. Tehát ő tanította az Ashtanga jogát nekünk. Tehát nekünk nagyon közeli kapcsolatunk van ugye Anantaséssel. Az univerzumnak a fenntartója, az univerzális energia, a gravitáció, az erőnek a megszemélyesítése. És akkor Mahávisnú ráfekszik az okozati óceánra, ez már az univerzumon belül van. Tehát félig van töltve az univerzum vízzel, és akkor a köldökéből kinő egy lótusz, és a lótusznak a tetején megszületik az univerzum első élőlénye Brahma. Indiai képeken Brahmát, amikor ábrázolják, akkor mindig ilyen négy arccal szokták,
ábrázolni. Vagy van több arcú is, van hogy több fejükben már ezer arcú van. Attól függ, hogy egy univerzum mennyire nagy, a mi univerzumnak négy arcú a Brahmája. És akkor ő megszületik, ő egy közönséges élőlény, megszületik az első élőlény, és ő fogja csinálni, ez volt eddig az elsődleges teremtés, és innen kezdődik a másodlagos teremtés. Tehát sötétség van, ugye a Bibliában is először volt a sötétség, és akkor igazából a Bibliában Brahmáról beszélnek, mint teremtőről, ő Isten. Tehát nem is Isten, hanem Brahmáról beszélnek, mint a teremtő atyáról. Mert ő a másodlagos teremtő, és ő csinálja végig ezt a hatnapos tortúrát, ami a Bibliában hat napnak van leírva, de ez igazából nem hat nap volt, ez csak egy jelképes dolog. És amikor Brahmán megjelenik a lótuszon, ugye a lótusz szokták Indiában, mindig mindennek a gyökere, a teremtés szimbóluma a lótusz, hogy abból születnek dolgok, mindenhol ez a lótusz szimbólum az, hogy a születés, igen, azért, mert Úr Brahmá egy lótusz, a garbodakasai Visnu köldökéből kilőtt lótusznak a tetején jelent meg. Ő az önmagától született. Ő neki nem volt anyja, mondjuk úgy, illetve hát Visnu volt a teremtője. És akkor hirtelen ott megnyilvánult a lótusz tetején, és akkor csak annyi volt, hogy hallott egy hangot, hogy tapa. Tapa szó szanszkritul azt jelenti, hogy lemondás. És van egy nagyon érdekes univerzális elv, hogy az egész univerzum hogyan működik. Hogy mindent csak lemondáson keresztül érsz el. Nem? Pénzt munkából, tudást tanulásból, semmi nem jön magától. Mindenért lemondást kell végezni. Valami működjön, abba bele kell tenni időt, energiát. Tehát az univerzális elv, hogy minden lemondás által jön, ez már a kezdetektől ott van. Meghallott ezt a szót, hogy tapa, és akkor ő elkezdett meditálni. És nagyon-nagyon hosszú ideig lemondásokat végzett, ott meditált, és amikor nagyon hosszú idő eltelt, akkor egy idő után ebben a meditációban megnyilvánult a szívében egy látomás, amiben látta a lelki világot, hogy mi van otthon. És akkor van egy Brahmá Samhita nevezetű könyv, amiben ilyenkor énekel, és akkor írja, hogy milyen a lelki világ. És akkor akkor ott a lelki világból Krisnának a fuvolájának a hangját meghallja. És ez lejön, a jobb fülén keresztül bemegy, és a száján kijönnek a védikus írások. Tehát ott az első dolog, ami megnyilvánul, kijön az Om. Az Om az a bíj mantrája mindennek. Az a minden hangvibráció, minden a hangból született. És az Om, és az kiterjedik a különböző mantráknak, a védikus szentírások, a védikus bölcsességek megnyilvánulnak Brahmá száján keresztül, meg a Gayatri mantra, amit szoktunk énekelni, ez a Gayatri mantra, egy népszerű dal, ez az a napnak az imádatáról szól, aki az univerzumnak a forrása és fenntartója. De ez valójában Krisna fuvolájának a hangja egy mantra formájában megnyilvánulva. És akkor Brahmá akkor megkapja ezzel a lemondással, megkapja a felhatalmazást Visnutól, hogy akkor kezdjen el teremteni. És akkor megteremti az elemeket, föld, tűz, víz, levegő, éter, a különböző kombinációkat, akkor a bolygókat, az élőlényeket, és akkor itt benépesíti az univerzumot. Tehát az élőlények, akik eddig alvó állat, nem ők akkor nem teremtve lettek, hanem végre el tudnak fogadni. Így az alvó állapotból újra be az univerzum 8.400.000 létforma fölveszi a helyét. Megteremtődnek a bolygórendszerek, három bolygórendszer van, felső, középső és alsó bolygórendszer, és akkor amik különböző dimenzióban működnek, és minden bolygóban élet, mindenféle létformák vannak is, amiket nem látunk. Hát ez egy nagyon részletesen le van írva a védikus csillagászat, meg az asztrológia szépen beszél ezekről a dolgokról, ebben most nem akarok részletesen belemenni, de az a lényeg, hogy így meg lett teremtve a világ, és akkor nagyon-nagyon hosszú ideig van. Tehát az univerzális idő az nagyon-nagyon hosszú. Brahmá, ő él 100 évig. 100 évéből ugye van 365 nap,
Brahmán napjának van egy éjszakája és van egy nappala, ugye ami az 24 óra. Brahmán egy napja az 1000 kalpa. 1000 kalpa, egy kalpa az 4.320.000 év. De akkor menjünk fölfelé. 4.320.000 év szorozva 1000-rel, az Brahmánnak csak egy napja, 12 órája. Brahmánnak van ugye 24 óra, az duplázod, azt megszorozott 365-tel és megszorozott 100-dal. Na eddig tart egy univerzum. Tehát ez valami olyan hosszú idő, hogy föl se tudjuk fogni. Ez egy kicsit olyan, mint akkor a hangya élete nekünk. Jön egy kis hangya, őt itt mozog 3 négyzetméteren, leéli az életét, és mit tudom, él pár napot, vagy nem tudom mennyi időt él egy hangya. Hát az ő élete, a mi életünk az ő életéhez képest egész bagatell. De a mi életünk egy félisteni létformának, vagy egy magasabb Brahma életéhez viszonyítva ugyanolyan jelentéktelen. Itt vagyunk ennyit, és már mentünk is tovább. Mi azért elég komolyan veszük ezt az életet, mert ez egy nagyon komoly dolog. De alapvetően Brahma szemszögéből egy vicc. Ami, és felső bolygókon más az időszámítás, szóval... De az a lényeg, hogy az anyagi világ azért lett teremtve, hogy ide jönnek az élőlények, határtalanul sok élőlény, 8.400.000 létforma van, és ugye a karma törvény az irányító. Tehát itt szépen utazgatunk a különböző létformákban, a reinkarnáción keresztül, életről életre, megyünk felső bolygók, alsó bolygók, földön, különböző létformákba utazunk életről életre, és próbáljuk beteljesíteni a hamis egó a vágyait, a különböző vágyakat, amiért itt vagyunk, az anyagi világban játszunk a szindalomot, ezt elmondtam már a Hamis Egó fogságában című előadásban. És ugye az élőlény, tehát válaszolva már a harmadik és a negyedik kérdésre, ezt egy kicsit össze lehet vonni, hogy az élőlény kapcsolata ezzel az anyagi világgal az az, hogy a feltételekhez kötött élőlény az leesik ebből az anyagi világban. És akkor itt utazik nagyon hosszú időn keresztül, ameddig rá nem jön arra, hogy itt neki semmi keresni valója, mert ez a világ, ez véges, és az eredeti otthonba vissza kell menni. Tehát az olyan, mint egy ilyen nyitott ajtós börtön ez az anyagi világ. És ha valaki megérti, ezért nagyon-nagyon fontos szemszög az, abból a szempontból, hogy az öt kérdésben benne van, hogy mi az anyagi világ, és mi a lélek kapcsolata ezzel. Az ugyanolyan fontos, mint az, hogy kicsoda vagyok én, és kicsoda Isten, mert ezek összefüggnek, mind összefügg. Tehát, hogyha én megértem azt, hogy ez az anyagi világ, ez idéglenes, és itt soha nem leszek boldog, hanem az eredeti helyzetemben vagyok, akkor rálépek az önmegvalósítás útjára, akkor elkezdem a spirituális folyamatokat, a lelki folyamatokat, megtisztítom újra a tudatomat, jogázok, fölemellem a tudatomat arra a szintre, hogy újra megértem azt, hogy ki vagyok én, kicsoda Isten, mi ez a világ, és hogy a világgal való kapcsolatom ez csak arra van, hogy hogyan tudok fölemelkedni e fölé, a világ fölé. És utána az ötödik kérdés lesz majd a karma, arról majd egy külön előadást fogunk, arról külön fogunk beszélni, ez egy nagyon összefüggő dolog, de hogy a karma törvényeim keresztül hogyan tudok élni úgy abban a világban, hogy az engem fölemeljen. Mert ugye a karma törvénye uralkodik az anyagi világon belül. Az minden, a karma törvénye betartat mindent. És nagyjából ez az, ami ugye a kapcsolat. Szóval itt az a cél, az anyagi világ, a anyagi természetnek az a célja, hogy javuljunk meg. És menjünk az anyagi világ. Nem az a célja, hogy itt maradjunk, és berendezzük itt ezt az életet úgy, hogy itt minden frankó legyen. Tehát amikor egy börtönben ülsz, mindegy, hogy milyen komolyan rendezett be magadnak, milyen kényelmes és mennyi minden jó dolog van, mert erre törekszünk. Az lenne a lényeg, hogy a börtönből kimenjél, és akkor szabad legyél, és élj abban a világban, ami a szabadságnak a világa, vagy maradhatsz itt az anyagi világban, és akkor berendezed magadnak a börtönt. Kényelmes, tehát minden legyen, minden kényelem. De ez a rab vagy. A rabja vagy az érzékeidnek, az elmédnek, az intelligenciának, és folyamatosan jönnek a hamis azonosításból származó szenvedések, születés, örökség, betegség, halál, mindenféle mentális nyomor,
egy világon mindent kell csinálni, mindenre forszírozva az élőlény. Azt gondoljuk, hogy szabadok vagyunk, de iszonyatosan nem. Kötőerők uralkodnak rajtunk. Rángatnak bennünket a kötőerők. WC-re kell mennem, ennem kell, innom kell, aludnom kell, dolgoznom kell, most megyek ide, megyek oda. És mindenkit irányítanak a kötőerők. Meg kell öregedni. Senki nem akar megöregedni, senki nem akar beteg lenni. Mindenkinek el kell szenvedni a visszahatásokat, amiket az előző cselekedeteivel okozott, akár jó, akár rossz. Szóval, hogy az anyagi világnak a kötöttségeiben mi rabok vagyunk. És az önmegvalósítás, a jógázás, a lelkélet az erről szól, hogy hogyan leszel te minden aggodalomtól mentesen egy szabad. Van egy olyan Facebookon, van egy olyan oldal, jó, elég jó dolgokat tesznek ki, szabadon ébredők. Hogyan leszel egy szabadon ébredő ebben az anyagi világban? Csak ez egy nagyon komoly dolog, a szabadon ébredés. Ez egy kicsit komolyabb annál, mint hogy most azt gondolom, hogy én szabad vagyok. Nagyon komoly munka el mögöttem. Szóval nagyjából ez ezzel kapcsolatban valami kérdés van?